Bár a piacon már megjelent a roppanós hónapos retek és a zsenge zöldhagyma, hobbi kertészként még várnunk kell a saját terményeink megkóstolására. Ám ha van egy kisebb fóliasátrunk a kertben, hamarabb fogyaszthatjuk a saját zöldségeinket. A fóliasátor célja, hogy felfogja és megtartsa a hőt, így a belsejében kialakuló miniklíma elősegíti, felgyorsítja a növények fejlődését. Először is azt látjuk, hogy a mi éghajlatunkon, akár itt Erdély szinten, a Kárpát-medencébe egyre gyakoribb az az eső, ami augusztus végén már a zöldségeket teljesen tönkreteszi. Ezért, hogyha van egy fóliasátrunk bármekkora méretbe, akkor az alatta termesztett növények, gondolok itt az uborkára, paradicsomra, akkor nem üti le a rogya, nem megy tönkre. Ezért automatikusan előnyös, hogyha valakinek fóliasátra van, egy kis fóliaháza, mert akkor az odaültetett növényeket megvédi ezektől a külső tényezőktől. Egy fóliasátor nem csak a kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben véd, hanem azt is lehetővé teszi, hogy jóval hosszabb ideig élvezhessük a saját zöldségeink zamatát. Jóval előnyösebb, hogyha a fóliasátorba tesszük a kis palántokat kora tavaszon, akkor betehetjük már áprilisbe, hiszen a külső fagyoktól már valamennyit keveset tudunk védeni, és ezzel a fóliaház hatás, ami süti a nap, fölmelegíti a földet, és éjszakára nem tud olyan gyorsan lehűlni, akkor ezt az előnyt magunknak beszerezve és biztosítva, akkor a paradicsom vagy a paprikapalántunk hamarabb elindul, és hogyha őszre gondolunk, akkor megint egy kis védelmet biztosít a fólia, és nem fagy meg olyan gyorsan, és lehet, hogy egészen november, akár december elejéig van zöldségünk. A fóliasátor elkészítése sem bonyolult. Ha valaki barkácsolásban, vasmunkában jártas, ő maga is elkészítheti. A régi időben fából készítették, a fából készített olcsóbb természetesen, de viszont most a faára is emelkedett, és kirothad a fa, ezért automatikusan ez már egy kicsit kezdi időt múltani. Hogyha vasból készítjük, akkor választhatunk fekete csőből, amit le kell festeni, ez rozsdázik, annak az a hátránya, vagy horgonyzott acélból, ami azt teszi, hogy szürke, a napfénye nem teszi tönkre a fóliasátrat, és ugyanakkor hosszú távú, akár több tíz év, 40 éves garanciát is adnak igaz a csövekre. Ezért mindenképpen a javaslatunk az, hogy horgonyzott acélból készüljön a vászszerkezet, és persze minél jobb fóliával van beborítva, annál hosszabb időn keresztül van biztos, és nem kell kicserélni a fóliát rajta. Lehet kapni ilyen 1-2 éves garanciást, mi a 4 éves garanciást tanácsoljuk, ajánljuk, mert akkor annak van egy 6-8 éves kifutási ideje, és az alatt az idő alatt biztosítva van az ügyfél, hogy nem kell fóliát cseréljen. Ha valaki nem tud, vagy nincs ideje barkácsolni, annak is lehet saját fóliasátra, hiszen ma már megvásárolhatja az összeszerelhető változatot. Nem egy bonyolult, így van, tehát bárki össze tudja rakni, hogyha van egy csavarozógépje, hanem egyet vásárol, és akkor azzal össze tudja rakni. Aki viszont azt szeretné, hogy kulcsra készen kapja, akkor az is megoldható. Összeszerelésnél azonban nem árt odafigyelni arra, hogy hová tesszük a fóliasácsat, de az sem mindegy, hogy milyen időjárási körülmények között állítjuk fel zöldségeink otthonát. Hát amire oda kell figyelni mindenképpen, hogy ne legyen árnyékba téve, ne nagy fa alá téve, természetesen, hogy a széltől, hogyha a lakások körül van építve, ezzel már egy védelmet biztosítottunk, de nincsen különösebb szükséglet, hogy most óriási védelmet biztosítsunk, hiszen ezek a fóliaházak bírják az itteni klímát, azért értem az alatt a szelet, vagy éppen az olyan vihart, ami itt felénk Erdélybe előfordul. Itt amire kell figyelnünk, hogy ne szeles időben csináljuk, hiszen a szeles időben akkor lehet, hogy elviszi a kezünkből, elszakíthatja, és akkor kár tesz a fóliába. Hogyha sikerül föltenni, az a lényeg még, hogy ne tegyük óriási melegbe. Ha nagyon nagy melegbe húzzuk fel a fóliát, akkor nagyon ráfeszül, és télen, mikor neki össze kell húzódni a mínuszfokok miatt, akkor nem lesz elegendő tartaléka, és akkor lehet, hogy szakadni fog. Ezért a legoptimálisabb időjárásban szélmentesen, és 16-20 fok között ajánlatos felhúzni a fóliát, ahhoz, hogy akkor később a téli időszakban, amit említettem, ne legyen hátrányunk belőle. Ha megvan az áhított fóliaházunk, akkor már csak azt kell kitalálnunk, hogy mit is termesszünk benne. Februárban már el lehet vetni a salátát, a retket, hiszen az a hónapos retek igaz, nagyon gyorsan kinő, hogyha szép idő van, mint amennyi most is, igaz, nincsenek éjszaka a nagy fagyok, akkor védve van. Hogyha egy kis fagy van, a saláta és a retek, az a fóliasátorban nagyon jól megvan. Hogyha ez már kezd kimenőbe menni, az ott lesz áprilisnek a közepe vége, akkor már beültethetjük a paradicsom, paprika, uborka
palántjainkat, azok fölnőve a júliusba, augusztusba jól teremnek, szeptemberbe is, és mikor lassan már kezd elfogyni ott október fele, akkor leszáradnak, akkor talán még tehetünk spenótot is be, az lehet, hogy egészen télen majd biztosítja nekünk. Úgyhogy ezáltal egy fóliasátor, egy ilyen kis hobbi fóliasátor is ki van használva, mondhatni talán egész évben, hogyha csinálunk egy ilyen kis forgót.